kell olyan cezúrákat húzni a jognak, amik egyébként biológiailag nem alátámaszthatók. Tehát meg kell határozni azt például, hogy mikortól tekinthető valaki embernek, személynek. Ez ugye a biológia azt mondja, hogy a fogantatás pillanatától, meg sok más tudomány, teológia, filozófia, de ezt a jog nem fogadja el. A jog az teremt egy mesterséges választóvonalat, amit a születésben állapít meg. Onnantól kezdve embernek számítunk, azelőtt nem számítunk embernek. Tehát valahogy így dolgozik a jog. Ami nekem nagyon érdekes volt, az az, hogy hogyan lehet egy olyan rugalmas fogalmat kidolgozni, mondjuk az embriókkal kapcsolatban, hogy mik ezek tulajdonképpen, ami jól használható viszonylag a jogban is, de azért mégiscsak közelít ahhoz a biológiai tényszerűségekhez, meg akár még a filozófiai elméletekhez is, ami egy meccéspontot eredményez így a két tudomány között. Nagyon sokféle tudományt próbáltam ebben összehozni, mert hogy én pszichológus is vagyok, és nem csak jogász, és egy kicsit a pszichológia oldaláról közelítve valahogy úgy próbáltam ezt meghatározni, hogy azok az embriók, amelyek eleve azzal a céllal jönnek létre, hogy aztán belőlük gyermek szülessen, azoknak kell, hogy biztosítsunk valamiféle többletet ahhoz képest, mint mondjuk, amit egy dolog jelent. Tehát azok többet jelentenek, mint puszta tárgyak. De bizony sajnos vannak olyan embriók, amelyeket kifejezetten azért hoznak létre, hogy kutatási célokra használják őket, hogy belőlük különböző sejteket nyerjenek, és ebben az esetben viszont ez megkérdőjelezhető, hogy többet jelentenek-e, mint pusztán dolgok. Az embert hajtja ez az izgalom, hogy valaminek a végére járjon, hogy kidolgozzon egy olyan rendszert, ami egy koherens, ami jól használható a gyakorlatban, ami nem túl elméleti, nem túl elvont, mindenki számára érthető, meg lehet vele oldani különböző problémákat, nem csak saját magáért való tudomány, hanem tényleg más területeken is használható, alkalmazható.